Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink! A Karlszabad Városi Önkormányzat képviselőtestülete nevében szeretettel köszöntöm Önöket ünnepi önkormányzati ülésünkön, amelyen államalapító Szent István királyunkra emlékezünk. Tisztelettel köszöntöm a Városi Önkormányzat képviselőtestületének tagjait, a kitüntetésben részesült vendégeinket, hozzátartozóikat és a kedves televízió nézőket. Köszöntöm dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter urat, országgyűlési képviselőt, városi polgármestert. Köszöntöm Varga Mihály miniszter urat, térségünk és városunk országgyűlési képviselőjét. Köszöntöm Kovács Sándor képviselő urat, a Jászlajkun Szolnok megyei közgyűlés elnökét. Köszöntöm Balázs Péter urat, Kossuth Díjas színművészt, a Szolnoki Színművészeti Színház igazgatóját, mai ünnepi ülésünk szolnokát. Köszöntöm Kovács Szilvia alpolgármester asszonyt. Köszöntöm Kovácsné Kerekes Katalin képviselő asszonyt, az Oktatási Kultúrális és Közigazgatási elnökét. Köszöntöm Rózsa Sándor urat, Karlszabadváros önkormányzatának jegyzőjét. Köszöntöm díszpolgárainkat, Pro Urbe díjjal kitüntetett vendégeinket és családjukat. Mai ünnepi ülésünket ezennel megnyitom. Tisztelt ünneplő közösség, tisztelettel felkérem Balázs Péter Kossuth Díjas színművészt, a Szolnoki Szigligeti Színház igazgatóját ünnepi beszédek megtartására. Hölgyeim és Uraim! Tisztelt polgármester úr, miniszter urak, tisztelt ünneplő közönség! A világot nem újra rendezgetni kell, hanem hozzáadni valamit, ahogy Szent István királyunk tette. Karod erős, szíved emelkedett, végetlen a cél, mely munkára hív. S ha jól ügyelsz, egy szózat zeng felé szünetlenül, csak azt kövesd. S ha teddús életed során elnémul ez égi hang, egy öngenő tisztább lelkülete az érdekek mocskától távolabb meghallja azt, és szív erén keresztül költészetté és dallá fog szűrődni. Madács Imre soraiból, mintha első királyunk szólna hozzánk. Ím eljött az áldott új nap, zengő, üdvös ünnepe Szent Királyunk Istvánunknak, míg tart e világ heve. Örvendjen ki ő általa lőn, urunk örököse, s érdeméből nyeri bala, hogy a mennynek részese. A tatárjárás követő reményteljesebb időben keletkezett latin nyelvű himnusz krónikás ének magasztalta így Szent Istvánt. István király törvényeivel a keresztény tanításokat az állam minden alattvalója számára kötelezővé tette. Nevéhez 10 egyházmegye megszervezése kötődik, ezek élére érsek, illetve püspök került. A keresztény tanítás a királyság legszilárdabb bázisává megtartó erejévé vált. Szent István új eszméket, új intézményeket, új hatalmi szervezeteket ültetett át királyságába, a régiből csak azokat távolította el, de azokat vasmarokkal, ami már amúgy is korhat volt és összeomlással fenyegetett. Historia est magistra vitae. Történelem az élettanító mestere.
lefektette alapját annak a sajátosan magyar fejlődésnek, melynek legjellemzőbb eredménye a királyi magángazdaságból az új ország erős várává lett, vármegye intézményének megteremtése és a magyar nemzet legszebb és legkifejezőbb szimbóluma, István királyunk megszentelt koronája. István sírját 1883. augusztus 20-án nyitották fel a székesfehérvári bazilikában. 7. Gergely pápa Istvánt a szentek sorába iktatta első magyar szentként, és az egyház azóta is ezt a dátumot tartja ünnepként. A magyar nép erre az időpontra azóta is évszázadok óta kegyelettel emlékezik. Amikor a sírt kihantolták, István jobb kézfejét teljes épségben találták. 1818 óta hordozzák körül ünnepélyes keretek között Szent István jobbját a budai Várhegyen. Ez az esemény terebélyesedett később országos méretűvé. Tisztelt ünneplő közönség! Belegondolt már valaki abba, mit jelenthetett 1000 évvel ezelőtt az, hogy egy egész népet késztettek arra, hogy új hitet vegyen fel? Milyen megrendítő lehetett addig életüket megváltoztatni, ünnepeiket elhagyni, templomokba zarándokolni, számukra idegen nyelven hallgatni a liturgiát? Mit gondolhattak magukban, mit sugdolózhattak, beszélhettek egymás közt? Keveset értettek abból, ami velük történt, dühösek voltak, tehetetlenek. A történelemből tudjuk, ősi indulatok rázták őket. És mit érezhetett a nagy király, a retteget hatalmas István? Nem álltak rendelkezésére modern média felületek, hogy elmagyarázza honfitársainak, mi a tétje ennek a jövőt biztosító változásnak. A törvényeket kihirdették, válaszolni, vitázni nem lehetett. István bízott, bízott Istenben, itt, remélt, szerette népét, bízott a jövőben. Szent jobbját a szó szoros és átvitt értelmében ökölbe szorította és tette a dolgát, amit rábízott a jó Isten. Fiához, Imre herceghez írt intelmei világítanak rá mindennél jobban emberi, erkölcsi nagyságára. Fiam, írja. Tartsd mindig eszedben, hogy minden ember azonos állapotban születik, és hogy semmi sem emel fel, csak is az alázat, és semmi sem taszít le, csak is a gőg és a gyűlölség. Mennyire időszerű ez a gondolat, mennyire fájó, hogy 1000 év elteltével is szomorúan aktuális. Ha becsületet akarsz szerezni királyságodnak, folytatja, szeresd az igaz ítéletet. Ha hatalomban akarod tartani lelkedet, türelmes légy, mert a türelmes királyok királykodnak, a türelmetlenek pedig zsarnokoskodnak. Nem hiszem, hogy különösebben nagy aszociációs képesség kell ebben az intelemben a néhány évvel ezelőtt történtek megfelelőjére lelni. Ha a bölcsekkel jársz, bölcs leszel, ha bolondokkal forgalódsz, társul adod magad hozzájuk. És ahogy Dávid király zengi, ha jósággal közeledsz a jóhoz, az igazhoz, igaz vagy. Légy tehát alázatos, mértékletes, légy szelíd, légy becsületes. A király ítélt, alapított, kegyelmet osztott, lesújtott, épített, büntetett, jutalmazott, kardot fogott, intett, törvényt hozott, áldott és óvott. Mindezt azzal a kézzel, mely világ csodájára éppen megmaradt. Tudta, hogy nem engedheti ősei indulatát feltörni lelkéből, mert az már egy új világ új emberéjé, a keresztény emberé. És ebből nem engedett, nem engedhetett. Mély konfliktus ez, tragikus, igazi drámai helyzet, katarzis az európai Magyarország érdekében. Így lehet az egyén, a szűkebb közösség,
a nemzet szabad. Hit, ami erős várunk, hit első szent királyunkban, hit múltunkban, örök fundamentumunkban, és hit jövőnkben, szabadságunkban. A költővel szólva, tudd meg, szabad csak az, akit szó nem mutít, fény nem vakít. Se kincs, se rang nem veszteget meg. Nyíltan gyűlölhet, átkozhat, szerethet, a látszatot lenézi, meg nem óvja, nincs letagadni titkolni valója. Tudd meg, szabad csak az, akinek ajkát hazugság nem fertőzi meg, ki hamis jelszókat nem visít, nem áltat, nem ígér, nem hamisít, hű becsületéhez. Nyíltan kimondja, mit gondol, mit érez. Nem nézi azt, hogy szépe, tetszetőse, sem az, kinek ki volt-e őse. Nem bámul görnyedőn a kutyabőrre, s embernek tudja azt is, aki bőre. Tudd meg, szabad csak az, aki, ha neve nincs is, mégis valaki. Van mindene, ha nincs is semmilyen, meg nem szorul rá, soha, senkire. Nem áll szemére húzott vaskalappal. Mindig merészen szembenéz a nappal, vállalja, amit jó társa vállal, és győzi szívvel, győzi vállal, helyét megállja mindig, mindenütt. Többször cirógat, mint ahányszor üt. De megmutatja olykor, hogy van ökre. Szabad akar maradni mindörökre szabadság. Ezt a megszentelt nevet könnyelműen, ingyen, ajkadra nevedd. Tudd meg, szabad csak az, aki oly áhítattal mondja ki, mint Istenének szent nevét a jó pap. Szabad csak az, kit nem rettent a holnap. Ilyen szabad légy. Ez nem könnyű játék, égből lepotyan. Nagy lelkű ajándék, küzdj meg érte. Ingyen azt nem adják, hol áldozat nincs, nincs szabadság. Ott van csupán, hol szózatát megértve meghalni tudnak, és élni mernek érte. De nem azért dult érte harc, hogy könnyen mondani azt tedd, amit akarsz. A szabadság nem perzsavásár, nem a te árud. Millió kincse az, mint a napsugár tavasz, mint a virág, mely dúskelyhét kitárva szétönti illatát a szomjazó világra, hogy abból jó testvér jusson, minden szegénynek ugyanannyi jusson. A vér öntözte magból most, kikelt. Vigyázz rá, őrizd, ápold, ünnepeld. Hála neked, nagy király! Neked köszönhetjük elsőben, hogy itt lehetünk Európa közepén. Őrizhetjük Európa lelkét, Európa szíve a mi mellkasunkban dobog. Európa tudata a mi agyunkban rejtezik. Hatalmas küldetés, hatalmas felelősség. Ezer éve egyetlen ember vállát nyomta, most már egy egész nemzet, 15 millió ember, 15 millió magyar ember közös ügye, a tűz őrizete. Nehéz örökség ez a Mária országáé, de magasztos. Most pedig, ahogy a költő kérte, ünnepeljünk. Ünnepeljünk, hölgyeim és uraim, büszkén és nemesen. Próbáljunk meg minél közelebb kerülni hitben, reményben, szeretetben a Szent Istváni életműhöz, hogy tudjunk büszkék lenni a közülünk kiemelkedőkre, merjünk nagyot tenni a sport, a művészet, az agrokultúra, a tudományok, és nem utolsó sorban a szív rejtekében, hogy a mindenható bocsásson meg nekünk, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és hogy emelt fővel és lélekkel hűséges fiai, leányai, építői, teremtői lehessünk gyönyörű hazánknak. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Mindannyiunk nevében szeretném megköszönni igazgató úrnak, művész úrnak, hogy elfogadta a meghívásunkat, eljött hozzánk, eljött közénk, és megosztotta velünk ünnepi gondolatait. Köszönjük szépen még egyszer! Tisztelt jelenlévők! Tisztelettel felkérem Kovács Szilvia alpolgármester asszony a kitüntetettek köszöntésére. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves ünneplő közönség! Megtisztelő érzés, hogy Szent István napján az ünnepi önkormányzati ülés keretében kitüntetéseket adhatunk át azoknak a személyeknek, akik a város és a nagykunság érdekében kiemelkedő tevékenységet végeztek. Kiváló oktató-nevelő munkájuk, valamint kulturális tevékenységük elismeréseként a Karcagvárosi Önkormányzat képviselő testülete a Karcagváros kultúrájáért díjat adományozta Kunni Nánási Mónika óvodapedagógusnak. Molnár Sándorné a Györfi István tagiskola pedagógusának. Dr. Kovácsné Mikola Éva a Kovács Mihály tagiskola pedagógusának. Gyökeresné Tóth Mária, a Szent Annai Sámuel Gimnázium szakközépiskola és kollégium pedagógusának. A pedagógusok díjainak átadására az intézmények tanévzáró ünnepségén került sor. Gratulálunk a kitüntetésekhez, további munkájukhoz sok sikert, jó egészséget kívánunk. Kérem, hogy szíveskedjenek kifáradni, és Dobos László polgármester úrtól egy-egy virágcsokrot átvenni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink! Karcagváros képviselő testülete a város kultúrája érdekében végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként Fejes László népművésznek a Karcagváros kultúrájáért díjat adományozta. Felkérem Kovácsné Kerekes Katalin oktatási és kulturális és sportbizottság elnökét szíveskedjék ismertetni Fejes László népművész munkásságát. Fejes Lászlóné Koppány Gabriella Karcagon született, polgári családban nevelkedett. Testvére Koppány Mária zongoratanár, előadó művész. Édesapja tervező építészmérnök, édesanyja virágkertész, virágkötő, majd textilszövő kisiparos volt. Házastársa Fejes László nyugdíjazásáig mentőtisztként, illetve mentőállomás vezetőként dolgozott. Két fiúk született, akik mára már családot alapítottak, így négy unoka teszi boldogabbá a nagyszülők életét. Fejes Lászlóné Koppány Gabriella az általános iskolai tanulmányait a Kálvin út 9-es számú általános iskolában végezte, majd a Gábor Áron gimnáziumban tette le érettségi vizsgáit jó eredménnyel. Ezután Szolnokon végezte el a röntgen asszisztens képzőt, majd több évtizedig a Karcagi Kórházban dolgozott. Kezdetben a gyermekosztályon, majd a röntgen osztályon látta el feladatait. A sok munka, az éjszakai kórházi ügyelet, ezek mellett a család ellátása, gyermekei nevelése, idős beteg szülei ápolása, nagy terhet róttak szervezetére, egészsége megrendült. 1984-ben szív, burok és belhártyagyulladás, 1994-ben több ízben agyi embolia, agyi infarktus érte, melynek következtében a jobb oldala lebénult. Rehabilitációként csipkeverő orsókat tett a kezébe egy karcagi csipkeverő asszony, Kovács Marika néni. Másfél-két év kitartó próbálkozás után oldódott a kézmerevség, és lassan megtanulta a csipkeverés alaptechnikáját. Ezzel vette kezdetét csipkeverő pályafutása,
amely 2009-ben a Népi Iparművészeti Tanács által csipkekészítő népi iparművész minősítésben teljesedett ki. A csipkeverő pálya fontosabb állomásai. 1999-ben elkészült a 13 részes úrasztala terítő, melyet hálaajándékként a református nagytemplomnak adományozott. Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. 2009-ben Budapesten a népművészek szakmai zsűriétől megkapta a csipkeverő népi iparművész minősítést. Művei sok kiállításon szerepeltek határon innen és határon túl is. Budapesten a Vajdahunyadvárban, a Regnum Marianum templom kiállító termében, a Platán könyvtárban, Kiskunhalason a Nemzetközi Csipke kiállításon több alkalommal is, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei képző és iparművészeti találkozón, Martfűn, Debrecenben, Tiszafüreden, Vicskén és természetesen Karcagon is több alkalommal, jelenleg a György István Nagykun Múzeumban látható csipkéi. Erdélyben, Kézdivásárhelyen, a Felvidéken Rozsnyón, illetve Ausztriában, Franciaországban, Finnországban is megcsodálhatták a látogatók gyönyörű alkotásait. 2009-ben Budapesten a szakmai zsűri a legjobb A kategóriával jutalmazta azt az ovális terítőt, amely 164x134 cm nagyságú, 7 részből összedolgozott, és mintegy 2 esztendeig készült. Fejesné Kopány Gabriella tagja a Népművészek Egyesületének, a Francia-Magyar Baráti Társaságnak, önkéntes munkás volt a Nyíregyházi Kórház művészeti terápiás foglalkoztatójában, ahol csipkeverést tanított. 2011. júliustól nagy lelkesedéssel vezeti a Dériné Kulturális Központ csipkeverő szakkörét, ahol heti rendszerességgel tanítja az érdeklődőket a csipkeverés technikájára. Fejes Lászlóné Kopány Gabriella a csipkeverés tudományának továbbadását nagy felelősséggel, türelemmel, szeretettel végzi a szakkör tagjainak megelégedésére. Reménye és szándéka, hogy a hagyománykincs motívumai helyet találjanak a 21. századi otthonokban az emlékeztetés és az ízlés formálás érdekében. Fejes Lászlóné Kopány Gabriella munkásságával a hagyományápolásban kifejtett értékteremtő és értékmegőrző tevékenységével méltó a Karcagváros kultúrájáért díjra. Felkérem Fejes Lászlóné népművészt, hogy a kitüntetést és a virágcsokrot vegye át Dobos László polgármester úrtól. A Karcagváros Önkormányzat képviselőtestülete Karcagváros sportjáért díjat a sportéletben elért kiemelkedő eredményeiért Pádár Anita labdarúgónak adományozta. Felkérem Kovácsné Kerekes Katalin képviselőasszonyt ismertesse Pádár Anita labdarúgó életútját. Pádár Anita labdarúgó tanulmányait Karcagon a Györfi István általános iskolában végezte. Még általános iskolásként kezdett el focizni a fiúk között, és egy nemzetközi tornán figyelt fel rá a Szolnok női csapata, amely azonnal le is igazolta. 14 évesen pedig már az NB1-ben is bemutatkozott. Középiskolai tanulmányait Szolnokon, a kereskedelmi és vendéglátószak középiskolában kezdte, egy év után Budapesten folytatta a szakközépiskolát, ott érettségizett.
A 18 éves pályafutást maga mögött tudó csatár 1999 óta nem engedi át a gólkirályi címet másnak. Pádár Anita, aki idén nagypályán és futszalban is az év labdarúgója lett, és közelít ahhoz, hogy nagy álmát megvalósítsa, elérje a 100-szoros válogatottságot. Évek óta olyan csapatban játszik, ahol a csapattársaival összhangban sok gólt tud lőni. Nagyon jó érzéke van ahhoz, hogy jókor jó helyen legyen, és kiváló technikával rendelkező játékosról van szó. A labdarúgáshoz való hozzáállása, a labdarúgás iránti alázata a sportkarrierjét meghatározza. Nagyon szereti a labdarúgást, és a mai napig mindent megtesz annak érdekében, hogy a legtöbbet hozza ki magából. Motivált játékos, a kitűzött céljait igyekszik megvalósítani. Azt, hogy idáig eljutott edzőinek, szüleinek, akik mindent megtettek érte, köszönheti, valamennyiüktől tanult valamit. A labdarúgásban elért eddigi eredményei. 1992-ben Szolnokon kezdett a női NB1-ben játszani 2 évig, aztán a Budapest László Kórház csapatában sportolt 4 évig, az Iris csapatban 1 évig, a Renova csapatban 2 évig, a Femina csapatban 11 évig, most 2012-től az MTK játékosa. Kiemelkedő eredményei a következők. 9-szeres magyar bajnok, 4-szeres kupagyőztes, 1999-ben az év labdarúgója, 2011-ben szintén az év labdarúgója, 1999-től 2011-ig megszakítás nélkül gólt királynő, körülbelül egy hónapja lőtte 500. gólját. 95-szörös magyar válogatott. Már nem sok híja van a 100-szoros válogatottságnak. Pádár Anita labdarúgó a sportéletben elért kiemelkedő eredményeiért, méltó Karcagváros sportjáért díjra. Felkérem Pádár Anita labdarúgót, hogy a kitüntetést és a virágcsokrot vegye át Dobos László polgármester úrtól. Jelenlévők, hölgyeim és uraim! A képső testület a tavalyi évben alapította meg a Karcagváros közszolgálatáért díjat. Ez évben a város közigazgatásában végzett több évtizedes kiemelkedő szakmai munkájáért Domokos Gyula, a Jászlatkun Szolnok megyei kormányhivatal munkaügyi központ karcagi kirendeltségének vezetője részére a Karcagváros közszolgálatáért díjat adományozta. Felkérem Rózsa Sándor jegyző urat, szíveskedjék ismertetni Domokos Gyula életútját. Domokos Gyula Berettyóújfaluban született 1969. február 25-én. Általános és középfokú tanulmányainak elvégzése után előbb a Pannon Agrártudományi Egyetemen állattenyésztő üzemmérnöki végzettséget szerzett, majd tanulmányait folytatva 1996-ban a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen munkavállalási tanácsadó képesítést szerzett. Szakmai tudását bővítve 2005-ben a Corvinus Egyetemen személyügyi szakértő, emberi erőforrás menedzser diplomával és annak szakértelmével gyarapította az addig megszerzett elméleti tudását és gyakorlati tapasztalatait. A diploma megszerzését követően első munkahelyként a Jász-Nagykun Szolnok megyei munkaügyi központnál helyezkedett el. Azóta is megszakítás nélkül ezen munkáltatónál dolgozik. Elsőként, mint közvetítő, munkáltatói kapcsolattartó végezte tevékenységét, majd 1996-tól szolgáltatási csoportvezető lett. Munkája elismeréseként 1999-ben vezetői kinevezést kapott. Jelenleg is a Jász-Nagykun Szolnok megyei kormányhivatal munkaügyi központja karcagi kirendeltségének vezetőjeként irányítja a szervezeti egység feladatait. Munkavégzésére
kiemelkedő szakmai hozzáértés, lelkiismeretesség, megbízhatóság, a tanulmányai során megszerzett ismereteinek magas színvonalon történő hasznosítása a jellemző. Szerteágazó jogszabályi és gyakorlati ismeretei révén hatékonyan segíti a társszervek, társkirendeltségek mindennapos munkáját. Törekszik annak hatékony és magas szintű voltára. Munkatársaitól elvárja, ő pedig példát mutat abban, hogy az illetékességi területéhez tartozó munkanélküliek ügyeivel kellő empátiával, türelemmel és odafigyeléssel foglalkozzanak. Problémás élethelyzetükben segítségükre legyenek. Fokozott figyelemmel van a térség munkáltatóinak problémái iránt. Igyekszik azokat minél gyorsabban megoldani. Széleskörű ismerettsége és elismertsége révén jó néhány térségi vállalkozás és beruházás elősegítésével mindenkor igyekezett a szűkebb hazája foglalkoztatási problémáit enyhíteni. Elismerés illeti azért a kitartó és lelkes szervező munkáért, melynek révén 2009. decemberében a munkahelyi központ épületének átadásával karcagvárosai impozáns, a mai kor színvonalának messze menőkig megfelelő, az ügyfelek, partnerek igényeit maximálisan kielégítő épülettel gazdagodott. Tevékenységét mindig is vezetői elégedettségre végezte, melyet vezetői 2005-ben Jász-Nagykun-Szolnok megyei munkahelyi központ kiváló dolgozója címmel ismertek el. A példamutatóan eredményes tevékenységéért 2008-ban az általa vezetett szervezeti egység a munkahelyi minisztérium által kiadott miniszteri dicséretben részesült. Domokos Gyula, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei kormányhivatal munkahelyi központja karcagi kirendeltségének kirendeltségvezetője, méltó a Karcag város közszolgálatáért díjkitüntetés adományozására. Felkérem Domokos Gyula kirendeltségvezető urat, hogy a kitüntetést és az ajándékot Dobos László polgármester úrtól vegye át. Tisztelt közösség, tisztelt jelenlévők! A Karcagvárosi Önkormányzat képviselő testülete a város közbiztonságáért végzett kiemelkedő szakmai munkája, a hagyományok őrzése, ápolása és továbbfejlesztése érdekében kifejtett tevékenysége révén Vinis Zsolt rendőr őrnagynak a Karcagváros közbiztonságáért díjat adományozta. Felkérem Rózsaságon Jézsi urat, szíveskedjék ismertetni őrnagy úr munkásságát. Vinis Zsolt rendőr őrnagy 2000. május 16-ai hatállyal szerelt fel a rendőrség állományába, mint közalkalmazott. Majd ugyanebben az évben hivatásos állományba került. 2000. május 16-ától a karcagi rendőrkapitányság bűnügyi osztály állományában előadó, majd 2000. augusztus 1-től vizsgáló beosztást tölt be. 2001-ben végezte el a rendőrtiszti főiskola rendőrszervező tiszt szaktanfolyamát. 2004. május 1-től fővizsgálónak került kinevezésre, szintén a bűnügyi osztály állományában. Majd ugyanitt 2000. március 16-tól megbízott csoportvezető lesz. 2000. október 1-től látja el a hivatal állományában a hivatalvezető feladatokat, kiemelkedő szakmai tudással, hozzáértéssel. A hivatalvezető beosztás betöltéséhez előírt rendészeti szakvizsgát 2008-ban szerezte meg, és még ebben az évben munkavédelmi technikus szakképesítést szerzett. Pályafutása alatt több alkalommal kapott magasabb szintű elismerést, így 2002-ben, 2003-ban és 2008-ban kapitányságvezetői dicséretben és jutalomban, 2007-ben magasabb vezetői dicséretben részesült, 2010-ben, 10 éves szolgálat után szolgálati jelet vehetett át. Munkájára jellemző a pontosság, precizitás, összehangoltság, nagy szakmai felkészültség. Hivatása iránt rendkívül elkötelezett.
A kapitányság mindennapjai során bebizonyítja szakmai rátermettségét, az összes szakterületet felülelve a kapitányság vezető adminisztrációs felületének előkészítésével aktívan hozzájárul a rendőrkapitányság vezetői arculatának megjelenítéséhez. Vezető oktatói szerepkörben részt vesz az iskola rendőre projektben. A 2009-2010-es tanévben az év iskola rendőre díjat kapta meg munkájáért. A közrend és közbiztonság megteremtésének elengedhetetlen pillére gyermekeink oktatása, nevelése, hiszen az oktatásba építetten a szociális tanulás eredményeként következik majd be későbbiekben a jogkövető magatartás, mely fontosságát felismerve és szem előtt tartva, szabadidejét is feláldozva, lelkiismeretesen tevékenykedve képviseli a Pindur-Pandur programot. Magánélete rendezett, nős, három gyermeket nevel. Fegyelmi eljárás elrendelésére több mint 10 éves pályafutás alatt nem került sor. Kiemelkedően magas színvonalon végzett, hosszú ideig fennálló áldozatos munkája elismeréseként méltó a Karcagváros közbiztonságáért díj adományozására. Rendőrőrnagy úr, a közelmúltban balesetet szenvedett, melyből még nem épült fel teljesen, ezért Szitár Ferenc kapitányságvezető urat kérem fel, hogy a kitüntetést és az ajándékot szíveskedjen átvenni. Őrnagy úrnak ezúton kívánunk jó egészséget és mielőbbi felépülést. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A Karcagvárosi Önkormányzat képviselő testülete a város közegészségügyi feladatainak lelkiismeretes koordinálásáért és a kiváló szakmai munkájáért a Karcagért emlékérmet dr. Borsos Adikó tiszti főorvosnak adományozta. Felkérem Kovács Szilvi alpolgármester úrt, szíveskedjék ismertetni dr. Borsos Adikó életútját. Dr. Borsos Anikó a Jász-Nagykun-Szolnok megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerv karcagi, tiszafüredi, törökszentmiklósi kistérségi népegészségügyi intézetet tiszti főorvosa, férjes, két gyermeke van. Férje házi orvos Tiszafüreden. Orvosi tanulmányait 1973 és 1979 között a 2. számú orvostudományi egyetemen Leningrádban folytatta. 1982-ben a Budapesti Orvostovábbképző Egyetemen közegészségtan járványtan szakorvosi vizsgát tett, így szakiránya lett a közegészségügyi járványügyi szakterület. Munkájából adódóan folyamatosan bővítette ismereteit. Az újonnan szervezett tiszti orvosi szolgálatban a tiszti orvosok és a tiszti főorvosok részére, így dr. Borsos Anikó számára is, kötelező volt a népegészségügyi, egészségfejlesztési, közegészségügyi, járványügyi, egészségügyi igazgatási tananyag elsajátítása, az elméleti és gyakorlati képzésben való részvétel. Mindezekből 1994-ben tett vizsgát. 2001-ben Budapesten elvégezte az OTH által szervezett kémia-biztonsági felügyelő képzést. A közigazgatásban folytatott tevékenysége miatt a közigazgatási alapvizsgát, majd szakvizsgát is teljesítette. Első munkahelye Tatabányán volt, ahol 1979. októberétől 1980. április végéig az élelmezés és táplálkozás egészségügyi osztályon higiénikus orvosként dolgozott. Ezt követően 1982. június végéig Karcagon, mint állami közegészségügyi járványügyi felügyelő, a Városi Közegészségügyi Járványügyi Szolgálat vezetése, közegészségügyi, járványügyi, egészségnevelési feladatok koordinálása lett a feladata. 1982. júliusától 1989-ig Kisújszálláson szolgált, mint városi vezető főorvos, állami közegészségügyi járványügyi felügyelő és másodállásban városi főorvos volt
a művelődés, egészségügy, ifjúsági és sportosztályon. 1989. januárjától 1991. június végéig Tiszafüreden tevékenykedett, mint városi vezető főorvos és állami közegészségügyi járványügyi felügyelő. Ezt követően 2006 végéig városi tiszti főorvosként dolgozott, feladata volt a városi intézet vezetése Tiszafüreden, népegészségügyi, közegészségügyi, járványügyi, egészségügyi igazgatási feladatok koordinálása helyi szinten. 2007. januárjától 2010 végéig kistérségi tiszti főorvos lett, a fentemlített feladatokat látta el és koordinálta helyi szinten Karcag, Tiszafüred, Törökszent Miklós kistérségekben. 2011. január 1-től napjainkig kistérségi tiszti főorvosként tevékenykedik. Dr. Borsos Anikó tiszti főorvos több mint 30 éve végzi Karcagon és a környező településeken a népegészségügyi, közegészségügyi és járványügyi feladatok irányítását. Jó kommunikációs, kapcsolatteremtő és munkabíró képességekkel rendelkezik, munkájára jellemző a gondosság, az alaposság. Probléma megoldásaiban a jobbítás, az együttműködés szándéka ismerhető fel. A város vezetésével korrekt, segítő munkakapcsolatot alakított ki. Rendszeresen részt vesz a Karcagi Egészségfejlesztési Bizottságban, bekapcsolódik a Karcagi Egészségmegőrző programokba. Az egészségügy átszervezésében, az alapellátásban, a háziorvosi feladatokban, a védőnői tevékenységek szakmai irányításában nyújtott segítsége kiemelkedő és példaértékű. Dr. Borsos Anikó, tiszti főorvos, eddigi szakmai tevékenysége alapján méltó a Karcagért emlékéremre. Felkérem Dr. Borsos Anikó főorvosasszonyt, hogy a kitüntetést és a virágcsókot vegye át Dobos László polgármester úrtól. Karcagváros Önkormányzat képviselőtestülete a város kultúrájának, értékének gyarapításában, hagyományainak ápolásában, a karcagi kerámia stílus kialakításában végzett példaértékű szakmai tevékenységéért Eszmer István fazekasmesternek Karcagért emlékérmet adományozott. Felkérem Kovásné kerületes Katalin képviselőasszonyt, szíveskedjék ismertetni Eszmer István fazekasmester életútját. Esznagy István 1949-ben született Karcagon, nős, két gyermeke van. Általános iskolai tanulmányait szintén Karcagon végezte. A középiskola után került Kántor Sándor műhelyébe, aki felvette tanulónak, és megtanította vele a fazekasság mellett a kályhásság alapjait is. Ebben az időszakban lépett be a Budapesti Népművészek Házipari Termelő Szövetkezetébe, ahol 1975-ig dolgozott. 1975-től a Karcagi Agyagipari Házipari Szövetkezet tagja lett, amelynek 76 és 86 között művészeti vezetője volt. Ebben az időszakban 10 évig tanított a Karcagi Szakmunkás Képző Intézetben. Számos akkori tanítványa közül ma már többen szintén elismert fazekasok. 1986-87-ben Kalocsán szabad szellemi foglalkozású fazekasként dolgozott. 87 és 90 között a Mezőtúri Badár Balázs emlékház és bemutató teremben alkotott. Ekkor újra belépett a Budapesti Népművészek Házipari Termelőszövetkezetébe, amelynek bedolgozója volt egészen 1995-ig, annak megszűnéséig. 1996-tól 2008-ig a debreceni Kós Károly Művészeti Szakközépiskolában tanította a fazekasságot, innen ment nyugdíjba. Karcagon számos kiállítását láthattuk a Dérini Művelődési Központban és a Györfi István Nagykun Múzeumban. Emellett részt vett kiállításokon Budapesten, Kecskeméten,
Szolnokon, Debrecenben, Egerben, illetve Németországban, Franciaországban, Mongóliában. Munkásságára a régmúltban gyökerező formák és díszítő módok a jellemzők. Edényei nem csak dísz, hanem egyúttal használati tárgyak is. Saját stílusa megtalálásához sokat segítettek Kántor Sándor szakmai tanácsai, őt tekintette és tekinti példaképének. Kántor Sándor a 20. századi karcagi kerámia megújítója, a későbbi kossuth-díjas fazekas a közép-tiszai kerámia központok közül a tiszafüredi fazekasságból kiindulva alakította ki a kántor stílust. Tanítványai közül Esznagy István és elsősorban a tiszafüredi kerámia megújításából kialakult karcagi kerámia stílusában készíti tárgyait. Jellegzetes darabjai a madaras díszítésű tálak, tányérok és étkészletek, valamint a figurális használati és díszedények, a miskakancsók. 1973-ban a népművészet ifjú mestere, 1977-ben pedig népi iparművész lett. 1978-ban az országos Gerencsér-Sebestyén fazekas versenyen első helyezést ért el. 1979-ben Szolnokon, az első alföldi fazekas triennálén szintén első díjas lett. A népművészet mestere kitüntető címet 1988-ban kapta meg. A Népi Iparművészeti Tanács többször részesítette nívódíjban. 2004-ben a debreceni harmadik nemzetközi fazekas fesztivál és pályázat kiállításán külön díjat kapott. A Dévinék Kulturális Központ felkérésére 2011-től a fazekas szakkör munkájának irányítását kezdte el nagy lelkesedéssel. Esznagy István tevékenységével megújította, illetve kialakította a karcagi kerámia stílust. Jellegzetes darabjaival, a madaras díszítésű tálakkal, tányérokkal, valamint a figurális használati és díszedényekkel, a miskakancsókkal karca kultúráját, értékeit gyarapította. Esznagy István fazekasmester munkásságával, hagyományápolásával, értéket teremtő tevékenységével méltó a karcagért emlékére adományozására. Esznagy István úr súlyos betegsége miatt sajnos nem tudott eljönni, ezért kedves feleségét és unokáját, Esznagy Evelint kérem fel, hogy a kitüntetést és a virágcsokrot szíveskedjen átvenni Dobos László polgármester úrtól. Esznagy István fazekasmester úrnak ezúton kívánunk nagyon jó egészséget és mielőbbi gyógyulást. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A Karcagvárosi Önkormányzat képviselő testülete a sportban végzett több évtizedes kiemelkedő szakmai munkájáért karcagért emlékérmet adományozott Szendrei József labdarúgónak. Felkérem Kovács Szilvia alpolgármester asszony szíveskedjék ismertetni Szendrei József életútját. Szendrei József válogatott labdarúgó, kapus. 1954. április 15-én született Karcagon. 1972-ben Szolnokon mutatkozott be az NB2-ben. 1974 és 1976 között sorkatonai szolgálatát töltötte a Kossuth KFS-e csapatában. Ezután 1980-ig ismét Szolnokon volt, mint a MÁV MTE kapusa. 1980-ban igazolt az élvonalba az újonc Nyíregyháza együtteséhez. Innen egy év múlva az Újpesti Dózsához szerződött, ahol egészen 1987-ig védett. Újpesten az 1986-87-es idényben bajnoki második, és a Magyar Népköztársasági Kupán háromszor, 1982-ben, 83-ban és 87-ben győztes lett a csapattal. 1987-ben Spanyolországba szerződött. Egy idényt a Malaga csapatában játszott, majd négyet a Cádiz klubban. Itt fejezte be az aktív labdarúgást. A magyar válogatottban 1985 és 1988 között 10 alkalommal védett, és csak 6 gólt kapott.
Tagja volt az 1986-os mexikai világbajnokságon résztvevő csapatnak. Egyszer a Kanada elleni mérkőzésen védett, mely 2-0-ás győzelemmel végződött. Kiváló felépítésű, biztos kezű hálóőr volt. Szenzációs védéseivel több esetben is pontokat mentett csapatának. Szendrei József, a nyíregyházi VSSC, az újpesti Dózsa, valamint a spanyol Malaga és Cádiz korábbi 10-szeres válogatott kapusa a hiteles emberek közé tartozik a magyar labdarúgásban. A lehetetlen csupán egy nagy szó, amellyel a kis emberek dobálóznak, mert számukra könnyebb egy készen kapott világban élni, mint felfedezni magukban az erőt a változtatásra. A lehetetlen nem tény, hanem vélemény. A lehetetlen nem kinyilvánítás, hanem kihívás. A lehetetlen lehetőség. A lehetetlen múló pillanat. A lehetetlen nem létezik. Muhammad Ali elhíresült szavai is bizonyítják, a sport az a kihívás és felelősség, amivel kellő elszántság esetén bármeddig el lehet jutni, és bármilyen eredményt el lehet érni. Szendrei József tevékenységére jellemző az említett elhivatottság vallja, hogy a kapusoknak akaratlanul is mindig többet kell edzeniük, mint a mezénjátékosoknak. Kitartó munkájának eredményeit mutatják az alábbi sikerek. Magyar bajnokság 1986-87. Magyar Népköztársasági Kupa győztes 1982, 1983, 1987. Kupa győztesek Európa kupája negyeddöntős 1983-84. Aktív sportpályafutása után a Huma Sport Hungary képviseletében számos sportesemény megrendezését támogatta, például Nyíregyházán, Kazincbarcikán és Karcagon is. Karcagváros sporthírnevének öregbítéséért, sportéletének támogatásában végzett több évtizedes munkásságáért Szendrei József labdarúgó méltó a Karcagért emlékéremre. Felkérem Szendrei József válogatott labdarúgót, a kitüntetést és az ajándékot vegye át Dogos László polgármester úrtól. Tisztelt jelenlők, hölgyeim és uraim! A Karcagváros képviselő testülete 2009-ben alapította a Karitasi tevékenységért díjat. Ebben az évben a város egészségügyi ellátásának támogatásához nyújtott segítő munkájáért a Kátai Gábor Kórház alapítványának adományozta a karitatív tevékenységért díjat. Felkérem Kovács Szilvia alpolgármester asszonyt ismertesse az alapítvány tevékenységét. A Kátai Gábor Alapítványt 1991-ben a Kátai Gábor Kórház hozta létre azzal a céllal, hogy támogatást gyűjtsenek, illetve adjanak a kórház műszeredettségének fejlesztésére és szakmai továbbképzések megszervezéséhez. A kuratórium elnöke Szilágyi Lajosné, tagjai Somogyi Gabriella, Mészárosné Hakucsák Erika, Magyar Ágnes, Kuruc István, Mészáros Zsolt, dr. Szalai László. A felügyelőbizottság elnöke dr. Sánta József. Tagok Hodosi Imréné és Gyurcsek János. Az alapítvány bevételi forrásait a magán és jogi személyek támogatásai, jótékony célú rendezvények bevételei, valamint a kamatbevételek képezik. Az alapítvány kezelő szervezet tagjai az elmúlt 21 évben önzetlenül juttatások nélkül látták el a szervezet működtetésével kapcsolatos feladatokat. A kuratórium az első években a szerény anyagi lehetőségei miatt csak kisebb felújításokhoz, eszközbeszerzésekhez, továbbképzésekhez tudott forrásokat adományozni. Később az alábbi jelentős fejlesztéseket valósította meg. 2009-ben orvosi műszerek, eszközök beszerzései történtek meg, a kardiológiai osztálynak 2.235.000 forintért,
a mozgásszervi rehabilitációs osztálynak 1.088.000 forintért, a gyógyító osztályoknak 476.000 forintért, az ápolási osztályoknak 102.000 forintért, összesen 3.908.000 forint értékben. 2010-ben a gyógyító osztályoknak 4.426.866 forintot, a Semmelweis nap megrendezéséhez 147.250 forintot tudott biztosítani az alapítvány. 2011-ben a gyermekszakrendelők váróihoz 136.814 forint támogatást, rajzpályázathoz közel 33.000 forintot, a pszichiátriai osztálynak 225.800 forintot, a gyógyító osztályoknak 23.500.000 forintot, valamint a Semmelweis nap támogatására 185.300 forintot utalt át az alapítvány. Ez évben a pszichiátriai osztálynak 243.459 forint, az ortopédia osztálynak 476.250 forint értékű támogatás odaítéléséről döntöttek. Az iménti felsorolás hűen tükrözi, hogy az alapítvány jelentős anyagi segítséget nyújtott, illetve nyújt a Kátai Gábor Kórháznak. Karcagváros lakosságának színvonalasabb egészségügyi ellátása érdekében a tárgyi eszközök fejlesztése terén végzett kiemelkedő munkájáért a Kátai Gábor Kórház alapítványa méltó a karitatív tevékenység díjra. Felkérem Szilágyi Lajosnét, a Kátai Gábor Alapítvány kuratóriumának elnökét, hogy a kitüntetést és a virágcsokrot vegye át Dobos László polgármester úrtól. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt jelenlévők! További örömteli eseményekről szeretnék beszámolni önöknek. Augusztus 17-én Lévai Kálmán tűzoltó alezrevest, a karcagi katasztrófa védelmi kirendeltség vezetőjét, kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréséül a belügyminiszter tűzoltó ezredessé léptette elő. Ugyanezen a napon dr. Balla László, a Debreceni Egyetem Agrár és Gazdálkodástudományok Centrum a Karcagon Kutatóintézete tudományos tanácsadója, Darányi Ignác díj elismerésben részesült a Vidékfejlesztési Minisztériumban. Ugyancsak 17-én Szolnokon a Megyeházán is díjátadó ünnepségre került sor, ahol Horváth László kazah konzult Jász-Nagykun Szolnok megyei díjjal tüntették ki. Büszkeséggel tölthet el bennünket, hogy több karcagi polgár kapott kiemelkedő tevékenységéért elismerést. Rábai Sándor, a Karcagi KVG Kft. Ügyvezető igazgatója, Jász-Nagykun Szolnok megyei gazdasági díjban, Papim Réné bölcsővezető Jász-Nagykun Szolnok megyei szociális díjban, Kósz Csilla, az Erkel Ferenc Alapfokú Oktatási Intézmény igazgatója, Jász-Nagykun Szolnok megyei pedagógiai díjban, Balog András rendészeti vezető, Jász-Nagykun Szolnok megyei rendészeti és közbiztonsági díjban. Dr. Aradi Erzsébet, a Kátai Gábor Kórház gyermekgyógyász főorvosa, Jász-Nagykun Szolnok megyei egészségügyi díjban részesült.
Karcagáros önkormányzata nevében szívből gratulálok valamennyi kitüntetettnek, további munkájukhoz jó erőt, egészséget, sok sikert kívánok. Tisztelt ünneplő közönség! Kérem, fogadják szeretettel az ünnepi műsort, amelyben közreműködnek Márkus Judit és Janik László színművész, valamint Dusik István zenetanár. Napok óta egy szó jár a fejemben. Előkúszik, kikukucskál, kajánul rám vigyorog, aztán eltűnik. Persze csak percekre, órákra, hogy aztán egy sarkon szembeforduljon velem, vagy egy házfaláról kacsincson rám, teleírt lapok közül világoljon elő mindennél élesebben és fényesebben. Csak egy szó. Haza. Nap mint nap használom, koptatom, csépelem, de talán még soha nem gondolkodtam el rajta, mit is jelent. Haza. Hát persze tudom én, hogy mit jelent. Nem is kell gondolkodnom. Miért is kéne? S miért nem? Mit veszíthetek? Megyek haza. Házó á, a házamba. Otthon, ahol itthon vagyok. Mert az enyém. És hirtelen gyorsabban kezdem venni a levegőt. Szaporábbá válik a lélegzetem, mert valami megindul az agyban, vagy inkább az agy és a szív között. Felrémlik a mondás. Ne azt kérdezd, mit tett érted a hazád, hanem hogy te mit tettél a hazádért. Igen. Kaptam, vettem, nyertem, vagy építettem, bebútoroztam, szépítgettem a házamat. És mit adott nekem? Azt, hogy van. Hogy biztonságot, nyugalmat, erőt sugároz. Minden nap munkába megyek, boltokba járok, utcaköveket koptatok, és mindezt miért? Hogy esténként hazatérhessek. Mert ott igazán önmagam vagyok. A hazám, a házam, ahol egy nyelvet beszélek az utcasarki kővel is, ahol minden úgy szép csak, ahogy én szépé teszem. Micsoda erő, micsoda hatalmas gondolat kellett legyen az ifjú Vajkban, hogy vállalni merte nem csupán magának teremt házat, de egy egész nemzetnek épít hazát. Otthont, ami több szél fújt a legelőknél, rengeteg borított a bérceknél, kusza folyóknál, ami több bontható és arrébb hurcolható sátrak erdejénél, ami nem fogható semmi addig megélt és használt gondolathoz, fogalomhoz vagy érzelemhez, ami nem mérhető, nem árulható és nem vásárolható, ami ha akarjuk, hanem összeköt egy életre és azon túl is, heted és század iziglen, mindörökkön örökké, és nincs ámen, nincs vég, és nincs beteljesülés, nincs tanulság és hálatétel, csak tanúság és küzdés napra nap. Hazádnak rendületlenül légy, híve, ó, mert mi mást is tehetnél, hiszen a hazád te vagy, és te, és te, és te, és én, és a szó, ami mindent megfejt és összegez, mi, apák, fiúk, anyák, lányok, menyek, vejek, barátok és ellenfelek, szentek, csalók, kufárok, ismerősök és ismerősen ismeretlenek, ifjak, vének, megéltek és ártatlanok, csúnyák, szépek, jövőbelátók és vakok, naivok, ravaszak, tetrekészek és álmatagok, lassúak, hirtelenek, híresek és hírbehozott alakok. Mi, kiáltanám értetlen arcokba elvakult szemek közé, és ráznék merev, görcsösen feszülő vállakat, hogy megértsék minden más meldöngetés hazugság. Nem a múltban és nem a jövőben, hanem bennünk. A pillanatban van a titok. A haza nem volt és nem lesz. A haza van. Most. Itt bennünk, és nem csak egy ünnepnapon. Sarkokon fordul szembe. Házak faláról kacsint, teleírt lapok közül világlik elő mindennél élesebben
hogy megértsük, mit is jelent. És soha többé ne feledjük, kik és hol vagyunk. Hangját hallom én, az apám szavát vallom én. Bárki vessen követ rám, ez itt az én hazám. A mezők útját járom én, kisgyermekként sokat gondolkoztam a mennyországról. A mennyeknek országa, a te országod, ami jöjjön el. Úgy képzeltem, hogy a föld felett valahol a stratoszférán túl, láthatatlan űrbéli felhők közt kifeszítve, ott lebeg a semmiben egy Magyarország formájú menny. Magyar mennyország a magyarok istenével. Valami furcsa, hatalmas kávézót képzeltem el, ahol Móra Ferenc Móriccal és Gárdonyival pipázgat, bölcsen hallgatva a Kazinci szavait. Néha mind a négyen belehallgatnak, ahogy egy távolabbi asztalnál Adi zengő baritonja felzúg, majd éles ostorként lecsap. Vagy ahogy József Attila megköszörüli a torkát, hogy foltozott zakója mélyéről előhúzott noteszéből felolvasson rövid sorokat. Babics óvatosan arrébb húzza Balassi Bálint kávéját, nehogy a vitéz költő ülébe fröccsenjen, amikor Petőfi hirtelen az asztalra ugrik, s magasba lendülő kézzel szavalni kezd. Egy sarokban Jedlik Ányos Gábor Dénessel és a két bójaival diskurál. Puskás Tivadar széke mellettük üres. Telefonhoz hívták.
Szent Margit Szemelvesz Ignácba karolva sétál az égi nyulak szigetén. Fazekas Mihály egy sarkon várja Vörös Martit és Kölcseit, hogy együtt menjenek Egressi Béni és Liszt Ferenc közös zongora versenyére. Rákóczi és Kossuth csizmájukat lerúgva ülnek a budai rakparton, szemközt a parlamenttel, és évszázadok óta mesélnek a fejét hitetlenül csóváló Szent István királynak tatárról, törökről, és tanítgatják neki a Habsburg nevet. Valami ilyes kép élt bennem, kevervén szorgosan az iskolában tanultakat. Valami csodálatos összhangban és egyben csodálatos zűrzavarban. Aztán egy szörnyű pillanatban éles fájdalom hasított nyiladozó elmémbe, és egy pillanat alatt széthult, semmivé lett az oly szépen festegetett kép. Rémülten néztem a történelemnek áldozott tanterem falán a térképeket. Mind Magyarországot festette meg, de nem volt kettő, ahol a vastag piros vonal, ami keretét kellett adja egy szókapcsolatnak, ugyanúgy kanyargott volna, futott volna körbe. Rémülten kaptam a fejem az egyik képről a másikra, és már értettem is a térkép szóból a teret. Értettem én, hogy a térnek határai kell, hogy legyenek, de a fejemben épp egy határait vesztett égi Magyarországból hullottak, repültek szanaszét az őseim és a hőseim. Betűrendben távolodott Aba, Adi, Ajtai, Ajtony, Alpári, András király, Andrássy, Apáczy, Apponyi, Árpád és az egész királyi ház. Repült Babits, Bacsó, Bajáki és Bajor Gizi. Néztem, hogy a határtalanság Csák Mátét elviszi. Repültek Csapók, Csátok, Csepregik, Csizmadiák, Csokonai Vitéz után Darvas, Dargai, Dezsőfi és egy diák. Dobó, Domonkos, Dózsa, Dugonics, Ötvös, Erkel, Frangepán és Grosics, Hajdú, Ipa, Jakab, Károli, Lantos, Magyar, Német és Némedi, Óval, P-vel, T-vel és V-vel, arccal előre, hátán a nevével készültek mind a semmibe veszni. De hirtelen Isten ujja, vagy érintése rendet teremtett, és megfogant bennem a bizonyosság, hogy csak itt lent van értelme és képe bármi határnak. Csak valódi völgyek, dombok, árkok és utak közé húzhatunk elválasztó vonalakat. Lelkek, eszmék közé soha. Az a Magyarország, ami szívünkben és eszménkben él, határtalan. Mert kell, hogy legyen egy ország, ahol minden magyar elfér. Különben mit keresne Rákóczi Szlovákiában, áprili román földben, Benyovszki Madagaszkár szigetén? Ha itt lenn százfelé sodródunk, kell, hogy legyen egy hely, ahol naphosszat pipázgató Kazincit, bölcsen hallgató Móra, Móric és Gárdonyi mellé egyszer, majd mi is odaülhetünk. Kendőbe zárta ősz haját, ahogy a régi nagymamák, s ha látta apánk nem figyel, esténként súgva kezdte el, tett össze így a két kezet, így teszi minden jó gyerek. Szomorú szemmel végig mért, s nevettünk, Isten tudja miért. Nézd csak fel, az ég magas, bár azt mondják, hogy nem igaz. Ott jártak ők, a repülők, és nem látták sehol. Kell ott fenn egy ország,
amit sosem rontunk el. Az ember majdnem mindent lát, szobánkban ott a nagy világ, melyből egy gyermek mit sem ért, egy kőre hajtja kis fejét. Az arca szép, az álma jó, nem kelti fel már ágyú szó. Csak egy hang szól, halk és fáradt, mint egy régi altató. Nézd csak fel, az ég magas, csak hadd mondják, hogy nem igaz, mit tudnak ők. A repülők, a szívük jég, csak jég. Kell ötvön egy ország, mely talán ránk is vár. Kell ötvön egy ország, amit senki nem talál. Kell ötvön egy ország, mi bárkit átölel. Kell ötvön egy ország, amit sosem rontunk el. Sosem rontunk el. Ábrahám nemzé Izsákot, Izsák nemzé Jákobot, Jákob nemzé Júdát és testvéreit, épp úgy, ahogy Eleut, Ugek fia Szkítiában, Eunotbília leánytól egy fiút nemzett, kit álmosnak neveztek el arról az eseményről, hogy anyjának álomban úgy tűnt, egy madár, héja formájában jőve, őt teherbe ejtette, és hogy méhéből egy sebes patak indult meg, de nem a saját földjén sokasodott meg. Ezért történt, hogy ágyékából dicső királyok származnak. Mivel pedig a szopniumot nyelvünkön almnak, álomnak mondják, és hogy maga a születés álom által volt előre bejelentve, ezért hívták őt magát álmosnak. Ki volt Eleud, ki volt Ugek, ki volt Ed, ki volt Csaba, ki volt Etele fia. És jól értette ezt Vajk is, akit Géza nemzett. Hogy egy családban egy vér csorog. Egy húsból valók vagyunk, és ha családjaink összefornak, vért és húst cserélnek, akkor utódainkat csak ebből a cserélt vérből vagyunk képesek nemzeni. És már súlyát is veszti, aki azzal hence, kinek is a véréből származik, hiszen mindőnk vérében ott kering a közös ősök vére. Ó, sok-sok ősök vére. És a jövő jelentése olyan apákról fog szólni, akik még nem is fiak, mert még nem nemzették nemzetté őket. Mert még szunnyadnak meg sem született anyjuk méhében, mert még csak a kezdet van, és az ige. És megtette. Istvánná lett, de csak a nevét adta. Óvta, védte húsát és vérét, és könyörtelenül metszette ki a vadhúst, csapolta a mérgezett vért,
hogy egészségben és békében sokasodjék a népe. Hogy fiak és leányok sorakozzanak, beláthatatlan sorban követve és karolva egymást, új és új neveken, de biztos tudatában annak, hogy örökre összetartoznak. Hogy sorsuk és hírük elválaszthatatlan lesz időben és térben egyaránt. Biztos tudatában annak, hogy bármit is tesznek, azt mind megérzik. Az így vagy úgy mindegyikükre kihat. Biztos tudatában annak, hogy nincsenek és sosem lesznek, mert nem lehetnek egyedül. Akár az ég csillagai, akiket a hiába szórt szét a végtelenben a nagy tervező, egy anyagból gyúrva és szakítva, együvé tartoznak mindörökré. Óvd! Védd hát a nemzeted, és ne azért, mert Elheud Ugek fia Szkítiában Eunod Billy a leánytól egy fiút nemzet, akit álmosnak neveztek el. Nem. Azért, mert a gyermeked az én gyermekem férje, barátja, asszonya lesz, vagy az övé, vagy az övé. És együtt nemzenek vérünkből, húsunkból maguknak, s nekünk, s minden eleinknek új nemzetet. Mert a nemzet múlt és jelen és jövő, ami ott lüktet az ereinkben, zakatol az agyunkban és feszül az izmainkban. Egyszerre áldás és biztonság és felelősség. Egyszerre gyász és örömünnep, szigorú tanár és szerető család, védő pajzs és lágy ülelés, erő és szelítség. És István hit benne! Hit! Bennünk! Ükapáink is hittek, dédapáink is, és nagyapáink is. És apáink is hittek. Így hát nem tehetünk másképp, hinnünk kell nekünk is. Na 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 na.
Köszönöm a ünnepi műsorban közelműködők előadását. Kedves vendégeink, kérem önöket, hogy vegyünk részt a Szent István napi ünnepség további rendezvényein. A nap további programjai. 12 óra 50 perctől a Városháza aulájában emléktábla avatás a Városháza építésének 100. évfordulója alkalmából. 15 órától arató felvonulás indul az Erzsébet-ligetből. 16 órától a Dérényi Kulturális Központ második emeleti dísztermében ifjú Szabó Mihály Pró úrmedíjas farekas a népművészet mestere emlékkiállításának és Fejes Lászlóné Koppány Gabriella csipkeverő népi iparművész életmű kiállításának megnyitójára kerül sor. 17 órakor ugyancsak a Dérini Kulturális Központ előtti téren az arató felvonulás részvevőinek fogadása köszöntésére kerül sor. 18 órakor a Nagykun Látogató Központ udvarán Szent István napi ökumenikus új kenyér szentelő ünnep, majd 19 órakor ugyanazon a helyszínen folklór műsorban csodálkozást kívánok mindenkinek. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Megköszönöm, hogy jelenlétükkel megtisztelték ünnepségünket, megköszönöm a rendezvény valamennyi közelműködőjének munkáját, az ünnepi önkormányzati ülést ezennel bezárom. Kérem, hogy ünnepségünk zárásaként közösen énekeljük el a szózatot. Zongorán kísér, Koppány Márna, előadó művész.